Szevasztok, hogy vagytok? Nálam eltört a selfie bot, kérem szépen. Kezdjük ezzel, hogy elvileg ez olyan, hogy elvileg ez nem törik, ez csak hajlik, ugye, mint a Colts Defense, de ez eltört, most kérem szépen, úgyhogy TD-t kapott. Valahogy ráerősítettem itt a botot az állványra, hát inkább nem akarod látni, hogy ez hogyan működik a rögzítés, de lényeg az, bármikor benne van, hogy a pofámba szakad az egész, úgyhogy azt majd várod, azt majd nézed, de közben, hát itt a show-nak mennie kell tovább. Ugyanis képzeljétek el, hogy a napokban illusztris ember hívott, Roger Goodell felhívott, tehát a tulajdonosokat képviseli, ugye? Nem csak, hogy ő imádja a csatornát, hanem nyilván tulajdonos urak is, úrnők, főleg így, hogy mostanában szerepeltek a csatornán név szerint, de egyben aggodalmát is fejezte ki nekem, commissioner úr, tekintve, hogy hát azért a népszerűségnek árt, hogy ilyen komoly FCS tartalmakat is hozok, ugye tavalyi tavasz itt hadjárat óta, azért azon veszik észre magukat a tulajdonos urak, hogy az emberek most már nem a Brady meszt keresik, hanem a Chattanooga meszt akarják megvenni, és az NFL mit csinál ilyenkor, amikor konkurenciát lát, hát akkor bekebelezi. Úgyhogy azt mondta nekem Roger, hogy hát valamit ezzel kezdeni kell ezzel a szituációval, és egy expanziós draftot tartsak. Most azonnal? És akkor ezt így tegyem már ki. Mit jelent az expanziós draft? Az azt jelenti, hogy egy 33. csapatot elindítanak, amiben csak FCS neveltek vannak, és akkor ezzel így a népszerűség az még följebb megy. És az expanziós draft azt is jelenti, hogy az anya egyesületből őt kiszedett úgy, ahogy van, és onnantól kezdve nem ott játszik, hanem az új csapatában játszik. Még az adminisztráció az tart, hogy hol lesznek a meccsek, illetve hogy hogyan sikerül majd a programot így átírni, de ez nem az én gondom állítólag, nekem csak annyi a feladatom, állítsam össze a csapatot. Tehát akkor most megteszem ezt itt, és amennyiben összeáll a keret, akkor majd ti eldöntitek a kommentben, hogy ez mennyire értelmes, mennyire versenyképes, és hogyha tényleg az, hogyha erre így vevők az emberek, akkor jövőre így a 33. csapatként elindulnak, és megpróbálnak valamit csinálni. És nekem most annyi a feladatom, hogy az NFL-ben lévő összes játékos közül azok, akiknek FCS háttere van, azokat itt most összegyűjtsem, csináljak ebből egy ilyen álomcsapatot, és akkor majd véleményezzük, kiderítjük, hogy ez mire is lenne képes szerény véleményem szerint, illetve ti szerény véleményetek szerint. Megnéztem a fizetést, ugye, mert a plafon alá be kell férni ügyesen, ez nem akadály, tehát összes embert összegyűjtögettem, összeadtam, hát kijön. Tudnak versenyezni legalábbis az idei évben, hát jövőre meg majd Mickey Loomis szerint érzi, hogy tudjanak játszani. Úgyhogy a pénz nem akadály, mindenki alkalmas rá, hogy itt kerettag legyen, úgyhogy akkor most egy ilyen 53-as keretet kellene majd összerakni. Valójában ez egy whole season keret, mert azért bizonyos helyeken majd azért lesz verseny a táborban, hát edzőtábor azért az kell, és akkor ott még vannak ilyen üres helyek, amivel majd megküzdenek a fiúk, de lényeg ez, hogy akkor most egy ilyen tanulmányt folytassunk élesben, mire mennének egészen kiváló másodosztályú egyetemi játékosok, amennyiben egy önálló csapatként versenyeznének. Hajrá! Harris Adnagy vezet a VMI. Kelly elindul előre, 3 sebesül. Kevin Brown 350 yardos futás. A nullás ügynök Lindsey Scott. Kaho Ohano Davis blokkolja ezt a pantot is. Eric Berrier az Inferno gyepén. A döntetlen király hosszabbításra menti a Samford meccsét. És elejti a pantot megint Bubu. Hunter Lucky, hát hiába állsz elé. Megszerzi a labdát a Samo az ókori romoknál. Medvemacskák, nyulak, harcoló kék tyúkok, Montana. Dakota, Trevorka. Menjünk akkor posztonként végig. Milyen lehetőségeink vannak? Quarterbackkel kezdjük, ugye, már most azon eldől nagyjából, hogy van esélyünk vagy nem. Van esély azért nagyjából, mert 5 quarterbacket összeírtam, aki úgy érdekelne, hogy bizonyos koncepcióban az így megtartanám a keretben. De azért kezdjük a kezdővel, mégiscsak. Itt van nekünk ugye Trey Lance.
1/3-as választott, tehát ez már tetszik neked. Nem sokat volt a pályán, ugye két meccsen volt a pályán, ott húzamosabb ideig, de ennyi alapján nem lehet megítélni, hogy ő belőle mi lehet. Prospektként eléggé magasan volt, úgyhogy hát őt elhozom értelemszerűen. Pénzt nem igen keres, tehát az megint csak jó, és akkor az már ad egy alapot, hogy hát olcsó quarterback köré ezért lehet építeni. Nem tudjuk, hogy hát mi a plafonja, ugye, mert hát ez az edzőn is múlik, ugye, Lenzből mit hoz ki, úgyhogy hát kell edző, hozza edzőt FCS háttérrel, hát figyelj, itt Sean Payton például ráér, és akkor nem is kell megbontanom semmit. Ugye Sean Payton Eastern Illinois, szóval akkor őt elhívom vezetőedzőnek, összesematizál valamit. Majd mondom neki, itt van ez a gyerek, jobb, mint Taysom. Hát az lehetetlen. De tényleg az, jobb adottságai vannak, fiatalabb minden, valami rendszert rakják köré, és akkor majd úgy működik ez. Edzői stábot majd ő kialakítja, annyi szabadságot megadok neki, mit szólnál. Amúgy tudnék hozni jó FCS háttérű vezetőedzőt is, hát Mike Tomlin, vagy a McDermott, hát itt ezek nagy nevű emberkék, talán Harbó is. A pingvinekhez járt? Vagy az apja? Mindegy. Szóval az, hogy rengeteg edző lenne, hát az nem bonyolítom, érted, aki éppen ráér. Payton ráér, akkor ő lesz az edző, offense rendben lesz. Szóval akkor Lance-el futnék neki, de hát azért kell valami biztosítás, érted, hogyha véletlenül kiderülne, nem van ügyes. Úgyhogy a padra kit tudnék elhozni? North Dakota State beli korábbi másik embert, Carson Wentzet el tudom hozni. Hát csodálatos múltunk van Carsonnal. Igaz, hogy 49 milliárdot keres, ami azért nem tetszik nekem, de az alternatíva sem sokkal jobb, mert ugye Jimmy Garoppolo a másik, hát ők jóban vannak a Lance-szel. Kiváló csapattárs, kiváló, imádják egymást mindenkivel, vagy nem annyira? Az a jó Garoppolo-ban, hogy ha esetleg valahogy elzavarna Niners, és máshova meg aláíratnák, és utána lenne az expanziós draft, akkor olcsóbbért lehet, hogy el tudnám hozni, hogyha átvállalja más a fizetését, szóval ezzel még azért kellene matekozni, de lényeg az, hogy két eléggé drága csere quarterback lenne, itt a Wentz meg a Garoppolo, hogyha elhoznám mind a kettőt, az bajos egyébként, de igazából belefér. Az benne durva, hogy belefér nekem, hogy a Carson Wentz leüljön a padomra 150 milliárdért, úgyhogy hát gyere, akkor leülsz. Ezzel tudom a legjobban szivatni őt, érted? Mert hogy amellett, hogy komoly viszontagságokat adott nekem az életembe, most visszaadom neki azzal, hogy elhozom és a padra ültetem. Tehát nem csak úgy, hogy a padra, harmadik számúnak. És akkor minden baja lesz. Ó, hát akkor most visszakapott te szemét. Úgyhogy ez van. Három irányítót nem lehet aktív keretben tartani, ugye pedig én azt csinálnám, hogy Lance a kezdő, és hát hogyha megsérül, és vezetünk, akkor beküldöm Garoppolót, hogy azért valahogy tartsd meg, Jimmy, hogyha meg hátrányban vagyunk, és messze van az ellenfél, akkor beküldöm Wentzet, érted, hát ha csoda történik, aztán előre hány egy offensív pass interference, defensive pass interference kombót, aztán hátra a védőre dobják. Úgyhogy az a tervem, tehát így, ezekkel a csávokkal megyek, hogyha nagyon-nagyon szűkös lesz a plafon alatt a hely, akkor lehet, hogy az egyiket kidobom, és behozom a Fleckot, harcolok kék tyúkoktól, meg kell a rutin? Hát őt inkább nem hozom el. Josh Johnson van még, San Diego korábbi játékosa, úgyhogy hát ő meg olcsó és tud szaladgálni, az mondjuk inkább, tehát akkor Flecko helyett ő lesz így a beugró negyedik számú. Ez itt a quarterback szobám akkor, tessék. Lance, Wentz, Dance, az nincs, ezek North Dakota State-iek, és akkor Garoppolo meg Eastern Illinois, akár csak a vezetőedző. Futó pozícióban eléggé szűkösen vagyunk, de hát kit érdekel, érted? Van hely, akkor fut bárki, már pedig lesz hely, hát majd megnézzük, támadófal hogy áll össze, de futó poszton kezdünk egy Chase Edmonds-al, Fordham nevelés, ugye most fizette meg őt a Dolphins, tehát ott a tavalyi fizetése jobban tetszett volna, de hát ő lesz az, aki az első downon fönt van, másodikon meg már fene tudja. Alapvetően a James Robinson is jöhetne, ugye Illinois State versenyző, de általában igen rosszul van, ezt kommunikálja Jacksonville, ezért kellett a Snoop Dogot ugye elvinniük, ő lesz inkább a futó. Úgyhogy James Robinson kerettag, mindenképpen várjuk, hogy fölépüljen, de lehet, hogy majd csak a hóban fog játszani, de nem probléma, mert draftoltunk idén egy running back-et, Pierre Strongot, úgyhogy ő meg elhagyja New England-et 6. számú running backből, ugye depth chartról átjön ide hozzánk 3. számúnak. A nyulak korábbi játékosa, Pierre Strong, South Dakota State, úgyhogy nagyjából így fogok menni, így rövid jadaszi tukra megküldöm Edmondsot, neki sincs amúgy rossz keze, de az ilyen skatback feladatokra, meg egyértelmű passz szituációkra, meg beküldöm a Strongot.
nem pass protectionbe, hanem hogy akkor kapja el a labdát, aztán használja a sebességét. Alapvetően kis nevűek, de hát rendkívül elégedett vagyok, és ami nagyon durva, és amivel megbénítjuk a ligát, az az, hogy elhozok két fullbacket. Elhozhatnék egyet, de hát akkor a felhozatal, hogy nem bírom egyszerűen benhagyni őket. Kettő fullback kell az 53-ba. Hát egyébként, hogy itt van Juice. Juszczyk jön, hát komplet 49ers jön, arra fele haladunk, de jön Juszczyk is, mert ő ugye Harvard. Na hát az másodosztályú, hát akkor azt kiszedem tőlük, azonnal Niners rettentően meggyengül, ugye nem tudnak hova menni, és akkor nálam lesz ez a fegyver, hát meg a Paytonnál, ugye, rábízom, és hát ez nem elég, ugye, mert a Juice, jó, hát ő nevében fullback, de valójában meg nem sok fullback-es feladatot csinál. Igazi fullback az a Patrick Ricard, érted, aki meg 300 font. Na, hát ő egy igazi fullback, őt is elhozom a Ravensből, mert ő meg a Maine-ben játszott, ugye, Fekete Medvéknél, hát ő hasonlít is egyébként, felépítésre, mentalitásra, úgyhogy akármire van szükségem, fullback poszton, hát megkapom, érted? És aztán majd még meglepődnek, amikor meg váltogatom a feladatköröket. Úgyhogy ezzel nagyon-nagyon rettentő power felállásokba be tudok jönni, és ezzel majd kicsit szembe megyek a trendeknek, összezavarom a defense-t. Van esély, ennyi alapján, két fullbackem alapján van esély rá, hogy meccseket nyerjek. Elkapó posztra ezáltal nem kell olyan sok ember talál, meg olyan mélység, hát nincs is. Hadd mondjam el, elkapó poszton bajba vagyok. Nem sok játékosom van, akiből tudnék válogatni, de hát azért még össze tud jönni egy olyan alakulat, ami azért jobb, mint a Packers, tehát azért annyira mélyen nem vagyunk, mert szerencsére itt van nekünk a liga legjobb játékos, a Cooper Kupp, tehát azért innen indulunk, tehát az első számú emberem az meg lesz, mögötte a mélységgel, hát azért ott izgulok, hogy mi lesz. Ugye Cooper Kupp, Eastern Washington, dobálgatják a labdát orba szájba, azelőtt is, hogy oda ment volna, meg most is, meg piros a fű, úgyhogy őt el tudom hozni. Tehát innentől kezdve ma nagy baj nem lehet, felállok három tight end fullback, meg Cooper Kupp, hát nyilván odafigyel a defense rá, de hát ki tudja mennyire, érted, azért jönni kell, ott taposni kell a line of scrimmage-re, úgyhogy hát, ha el tudja majd Payton valahogy szeparálni őt 1v1, aztán majd megdobja Tradence az erős karjával. De nyilván a Cooper Kupp elsősorban azért pálya közepén volt veszélyes, itt meg azért egyértelmű number one lenne, úgyhogy ezzel majd még valamit alkotni kell, de úgyis lehet valaki number one, hogy két szerencsétlen kiküldök a szélre, aztán majd belül alkot Cooper. Szóval ezt még azért meg kell dolgozni alapvetően, de mégiscsak azt mondom, a tehetség az van, érted? Megvan, ez a szintű tehetségünk megvan, meg hát hiába mondják, hogy Cooper Kupp hát csak a Stafforddal virágzott ki, azért a Gaffal is jó volt, ne vicceljünk, meg a Vernon Adams-el vagy ki, úgyhogy azért a Lance elbírja találni majd. Ha meg nem, hát akkor majd bejönnek a nagy tudásúak, érted? Tehát a Vance biztos, meg a Jimmy. Úgyhogy nem félek ettől, mert az első számú wide receiver, az nyilván a liga elitbe vagyok. Mögötte van baj, mert az egyik szélre még el tudom küldeni a Bourne-t, Kendrick Bourne, ugye New England, korábban San Francisco, ezek a csapatok, tehát FCS specialisták, illetve hát Eastern Washington volt ő is, tehát a csapattársa volt Cooper Kupp-nak az egyetemen, és hát emiatt nem is nagyon keresték a drafton, mert hát nem ment feléd elég labda, mindig annak a szőke gyereknek dobták, de kiderült, hogy ha ment volna felé több, akkor itt tudott volna ő is valamit csinálni a labdával. Úgyhogy Kendrick Bourne-ra szükségem van, az teljesen egyértelmű, hogy be van betonozva az egyik szélső elkapó helyre, és hát tavaly is azért a New Englandben jobban fizetett embereket, Nellit például be tudta előzni használatban, úgyhogy bizakodok, hogy egy ilyen alsó kategóriás második számú wide receiver, azért mégiscsak ez egy futócsapat, tehát azért mégiscsak Trey Lance, bevonjuk a futójátékba, és akkor csináljuk ezt a darabolós North Dakota State jellegű offense-t, dupla fullback-kel, tight end-ekkel, majd rátérünk, és abban azért nem kell világklasszis második számú elkapó, de azért kell rotáció, meg kell a friss láb, úgyhogy abba azért hozok embert. Itt van nekem például Christian Watson. North Dakota State szintén második körös választottam, hát idén azért jól jöttek a draft pickek. Watsont elhozom Green Bay-ből, hát Green Bay-t kisemmizem egyből. Tehát ott tartunk már, San Francisco nem tud mit csinálni, Green Bay nem tud mit csinálni, majd mondom a Rodgersnek, hogy rakjanak be az NFC-be, aztán adod a playoffs örék, hát meg lesz. Úgyhogy elhozom Watsont. Szélen megadja sebességet, megadja méretet, hát akkor már boldogabban be tudom küldeni a Cooper Kuppot slotba, és akkor az ott ad nekem kiaknázatlan lehetőségeket, és Christian Watsonnak van már múltja,
Trey Lance-szel, mert ők ugye együtt játszottak a Bölényeknél, miközben ugye Rodgers-szel nincs múltja, lehet nem bízik benne, lehet utálja, lehet, hogy a szerencsekerékben csődöt forgatna. Viszont a Trey Lance-szel már megvan a kapocs. Szóval megint csak ott vagyok, ha már bizakodóbb vagyok. Mikor előzetesen ránéztem a névsoromra, hát mondom, nem biztos, hogy lesz playoff, de így rádumálom magamat, ugye. Hát nyár van ilyenkor még mindenki optimista csapatát illetően, de hát azért látom. Látom a kémiát, az meg azért nagyon sokat számít egy ilyen expanziós csapatnál, ugye. Úgyhogy ez itt a kezdő wide receiver trió. Cup, Bourne, Watson. Így megyek. Hiába újonc kezdőbe bekiabálom, mert nagyon-nagyon bízok benne, zárójelben nincs más. Mert egyébként még vannak olyan gyerekek, akiket be tudok küldeni ilyen kisebb szerepkörökre, ilyen például ugye a Calif Raymond, aki egy ilyen sovány gyerek, mindig mélyre megy. Ugye Titansből, Lionsból lehet ismerős, egyébként a Holy Crossnak a neveltje, szóval arra, hogy meccsenként ilyen 10 deep snapre bemegy, aztán hát, ha megtalálja Trey, arra mondjuk jó lehet, mondjuk az ő játéka, vagy ha Garoppolóval nézem, nem annyira kompatibilis, de mindegy, majd a behívott play-t azt a quarterbacking megdobja, hogyha csak ilyen mitugrász tapaszokra kellene ember, arra itt van mondjuk a DeAndre Carter, aki egy karriert csinált magának Washingtonban, Sacramento State neveltje, ugye őt Houstonban is lehetett látni, ő, aki a rutint adja, de erre a szerepre, erre a gadget, akár ilyen tapasz end-around játékokra, azért rettentő felhozatalom van. Tehát erre egy ilyen edzőtábori verseny lesz, mert jönnek az újoncok, jön Montreal Washington, Samford, Denver Broncos által draftolt, hozzám átküldő, küldendő játékos, tehát Montreal Washington imádnivaló, Jacques Ezard nyilvánvalóan jön, Washington UDFA, de itt azért megnézzük, visszahortóként, meg hát megnézzük előszezon meccseken, hogy nála van a labda, akkor még mindig veszélyese, illetve itt van még a Bevelnek a kedvenc játékosa, Jamal Agnew, San Diego, illetve legutóbb Jacksonville, és hát még ő is lehet, hogy az a konvertált cornerbackből az ilyen bohóc játékokra kezébe kerül a labda. Szóval ezek a csávók, ezek majd versenyeznek, hogy ki legyen a negyedik, ötödik számú wide receiver a depth charton, ki legyen aktív kerettag, de hát nyilván a Montreal Washington vagy az Ezard, ők azért mehetnek gyakorló csapatba is, és mivel FCS játékosok, mivel FCS csapat vagyunk, így nem tudják kilopni onnan, érted? Szóval claim-öléstől nem félek, úgyhogy itt ez némi upside-ot ad itt a vége felé, hogyha valamelyikről kiderül, hogy azért masszív rotációs játékos, most azért versenyeznek itt 4-5-en, lehet ebből még valami. Sérülés ne legyen azért az első három emberemnél, de hát ha Cooper Cup kihúzza, akkor talán még a második, harmadik számú ember tudom nélkülözni egy-két meccsre, hosszabb távra nem nagyon. És akkor a már emlegetett veszedelmes tight end játék. Kezdőmbe Dallas Goedert érkezik, Philadelphia játékosa, tehát onnan kiszedem, már az Eagles is gyengül, érted? Mondom, az NFC playoff tuti meg lesz ezzel a csapattal, hát kitájtanak oda helyére. Hozzánk jön Goedert, nyulaktól, South Dakota State, és hát ő az, aki hát minden snappen felküldöm, hogyha arról van szó, de egyébként van ilyen gyengébb változat, ugye a Trotman személyében, őt el tudom hozni a Saintsből, Daytonnak a neveltje, Ohio-i levegőt bírja, ő még azért nem robbant be, de a Titan az lassabban robban be, általában még van remény rá, de hát nincs rá szükségem, értem, a Goddard top 10-es Titan minden körülmények között, és onnantól kezdve már másodiknak, harmadik számúnak tök mindegy kijön be, de vannak itt az ilyen jókezű gyerekek, például, hogyha csak arra van szükség, például Tanyen. Tanyent el tudom hozni szintén a Green Bay-ből. Green Bay-ben nagyon fognak engem gyűlölni. Kicsivel jobban, mint San Francisco-ban, de hát mindegy. Ő az Indiana State-ben játszott annak idején quarterbacket, wide receivert. Ugye NFL-ben tight endet játszik, tavaly sérült volt, megnézem, hogy van. És hogyha bírja, akkor őt is bezavarom ebbe a tight end rotációba. Hogyha lassan gyógyul, akkor nincs rá szükségem, mert egyébként a mélység itt a tight end poszton valami elképesztően hosszú, köszönet elsősorban ugye a Harvard Crimson-nak,
akik ugye küldik nekem a Cameron Braytet, vagy a Ferguson-t, hogyha arról van szó. Tehát, hogyha sérülés van, akkor szabad piacról tudok hozni bármikor embereket, akik be tudnak válni. Nem beszélve arról, hogy még a Nick Boyle is ott van, aki meg a Ravensben blokkol rettentően. Tehát, hogyha csak arról van szó, hogy blokkoló Titan, tehát akkor ugye Boyle-t el tudom hozni fizikai erőben, a nyilván mindenkit Móresre tanít. Nem tudom, hogy megtanulom 53-as kerettagnak, lehet, hogy nehéz lesz így, hogy a Ricard is nálam van, meg már két fullback, de hát összességében, hogyha blokkoló Titan, tehát a támadó falat is tudok küldeni, érted, labda úgysem megy felé. Szóval, bármi a taktikám, a Titan felhozatalból tudok válogatni. Hát ez majd az edzőtáborban kiderül, majd a mester kitalálja, hogy mit szeretne egész pontosan. Nyilván itt a Goddardnek biztos helye van, én a Trotman-t is vinném az upside miatt, de ott a harmadik számúra már ne lehet, hogy nem is kell ezek után a Tanyán, hanem tudnak menni egy Boyle-al. Lényeg az, én, mint general manager, hát én adok opciókat a vezető edzőnek, kitalálja, mit szeretne, mindenhez lesz ember. És a támadó falban ott lesz ember? Lesz, tehát azért van annyi játékosom, hogy egy kezdő csapatnyi tehetség az összejöjjön. Tologatnom azt kell, tehát azért nem arról van szó, hogy left tackle-től right tackle-ig mindenhova van bizonyított emberem, de azért van 5 olyan játékos, akivel boldogan megyek a kezdőben, és van 5 olyan játékosom, akit meg hát szívesen leültetek a padra, hogyha arról van szó, meg ott fejleszgetek edzésen. Egyrészt ugye left tackle az megoldott. Tehát van nekem egy Teron Armstead, aki az Arkansas Pine Bluffból került a ligába. Napokban szembesültem vele, hogy már 2013 óta játszik. Egészen durva, nem tűnt annyinak. Elsősorban azért, mert sokat kihagyott ugye a sérülése miatt Armstead. De hát egy óriási ajándék nekem, hogy itt most tud játszani left tackle-t. Így, hogy most a Dolphins adott neki egy kis pénzt, így az most kicsit lehúzza a keretemet, de hát mindegy, kibírom valahogy. A más nincs, akkor majd Vance belemegy a fizetéscsökkentésbe. Beszéltem vele, azt mondja, hogy te mindent a csapatér. Úgyhogy Armstead left tackle-ben természetesen megvan. Right tackle-t nehezebb találnom, viszont ott van a két Northern Iowa nevelés, ugye a Spencer Brown, aki tavaly már bohóckodott a Bills kezdőjében, nem értem miért, rendkívül magas, és ezzel elmondtam az erősségeit. Jó, nem annyira hajladnak a fejlesztésében, de hát offensive tackle másodosztályból lehet, hogy csak harmadik évére lesz belőle valami, vagy negyedik, utána meg elmegy. Lényegében nem szeretem a Spencer Brown-t, mint prospect, viszont korábbi csapattársa itt van, ugye Trevor Penning. Első körben Saints szintén kiválasztotta Armstead helyett, na most itt mind a kettő pályán lesz. Hogyha jól megy az edzéseken Penning, egyébként is hát mondjuk az ő erősségei azok nem feltétlenül úgy néznek ki, mint akit left tackle-nek kell beállítani, úgyhogy ez nekem talán még jobban is áll majd ebben a csapatban Penning, a kezdőcsapatban, mint a Saintsnek állna, úgyhogy Armstead vakon megvan, irányítom jobbkezes, igen. Penning meg akkor right tackle-ből versenyez, hogy valahogy a Spencer Brown beelőzze. Hogyha ez megvan, akkor hát már egy kisebb akadályt megugrott, és van némi reményem rá, hogy nem kell variálgatnom év közben, meg majd fejlődik a pályán, de hát azért nem életbiztosítás a Penning, mondom. Én örülök neki, hogy jobb szélen van, nem a bal szélen. És akkor emellé még... Hát egy negyedik számú embernek vannak ilyen projekt újoncaim, ugye a Braxton Jones, Cordell Volson, Valecko, Zakei, ezek négyen, hát mindannyian, sőt még a Carter is, Jattai Ray Carter, ezeket mind idén draftolták. Tehát idén draftoltak, vagy 10 játékost FCS támadó falból, vagy vittek el UDFA-nak, szóval rengeteg ember, ezek közül hát nekem egy kell, aki úgy ítéli meg a stáb, hogy az edzőtáborban a legjobban dolgozik, és azt megtartjuk. Többi meg majd, nem tudom, gyakorol vagy valami. Szóval itt a negyedik számú offenzív tekül posztér van verseny, de hát én a Braxton Jones-ban bízok egyébként, hogyha valaki jobban megy nála, hát akkor legyen ő, az mindegy. Remélhetőleg nem kerül a pályára, hogyha meg sérülés van, akkor majd tologatok gárdokat, mert olyan gárdjaim vannak, akiket tudok tologatni. Egyrészt itt van Titus Howard, Alabama State-ből, azt hiszem, de még egy historikus fekete iskola Armstead mellé, nem közvetlen mellé, mert hát lehet, hogy őt jobb guardban képzelem el. Texans korábbi elsőkörös választottja, hát hiba volt elvinni első körben, de sokat játszott, sokat látott,
nem annyira stabilan magas, de stabilan gyenge közepes. Szóval ott egy gyenge pont kell a támadó falba, tehát az egyik gárd az legyen ilyen gyenge pont. Ez lesz ugye a Howard talán. Hogyha még úgy van, akkor még kiküldhetem a szélre, és esetleg jobb tekült fog játszani. Penninget meg akkor beküldöm gárdba, hát ezt majd megnézik támadófal edzőim, hogy látják, hogy lenne a legjobb. Vannak azért opciók, meg hát az ennél azért lesznek rosszabb támadófalak a ligámban, úgyhogy emiatt nem izgulok. Veterán erő az van, tehát a Billy Turnert el tudom hívni. Nem vagyok nagy híve a Billy Turnernek összességében, tehát én nem az a játékos, akinek pénzt adnék. Egy Green Bay Denver vonalon mozgott, egyébként a North Dakota State nevelés szintén. Kicsit talán jobb a sajtója, mint amennyire jó játékos, de hát most mindegy, fal belsejében rutinból talán megold ezt-azt. Kevesebb baj van vele, mint hogyha a szélen, right tackle-ben kellene tükrözni az edge rusher mozgásán. Úgyhogy őt benevezem itt a kezdő csapatba, de jön Mayről egy másik North Dakota State játékos, ugye Dillon Radunz, akit meg hát azzal küldök fel edzésre, hogy gyerek, neked ki kell harcolnod a kezdő pozíciót, előbb vagy utóbb. Nem tudom, hogy ki helyett. Hogyha Turner gyengélkedik, akkor helyette, hogyha Howard, akkor helyette, valahova kezdőnek, előbb-utóbb el kellene, hogy jussál, ugye Titans választottak ki tavaly második körben Raduncot, ha meg úgy van, akkor right tackle-ben is azért lehet reményed, mert egyetemen tackle volt, szóval. Raduncs lesz az a sokoldalú cserejátékos, de hát valójában egy poszton kellene már kitalálni, hogy hova szánjuk, aztán ott üldözni a kezdőjátékost. Ha minden jól megy, akkor akár már edzőtáborban kiszorított valakit, aki rutinosabb. A negyedik számú gárd, az kell, én megtehetem, érted, elhoztam Oli Judót, aki ugye a Minnesota-ban borzolja a kedélyeket, az Ilonnak volt a neveltje, nincs rá szükségem, hogy bemenjen a pályára, de mivel a roster spot az fennmaradt, így berakom neked negyedik számúnak, akkor hogy legyen valaki. Center posztra pedig akkor ezzel átmozgatom Cole Strange-et. Elsőkörös választottam idén, ugye idén két elsőköröm is volt, Penninget és a Strange-et választottam ki. Strange alapvetően hát guardként gyakorol, de senior bowlon volt bent centernek, meg jó néhány draft előtti workouton is nézegették, hogy centernek mit tud, szóval én azt gondolom, hogy itt a mi csapatunkban is azzal fog elkezdeni foglalkozni, aztán ki tudja, hogyha forma hanyatlás van, akkor kimozgatjuk centerből guardba, mert ugye alapvetően van még egy rutinos centerem, akinek jelenleg nincs csapata, a JC Tretter, ugye a játékos szakszerv elnöke, én őt leigazolom free agentként, és hát 31 éves még csak, úgyhogy vannak neki szezonjai, amikor lehet normálisan játszani, ugye a Cornell csapatából jön, tehát ő is egy borostyán ligás ember, és azt gondolom, hogy azért a kezdőcsapatban még mindig magas szinten tudna teljesíteni, és akkor ezáltal ugye a Strange-nek nem kellene azonnal első héten bemenni a kezdőcsapatba, bár készen áll, hát ettől lett elsőkörös ugye, hogy készen áll, de azért kicsit ilyen puhábra esne, hogyha esetleg mondhatnánk azt, hogy nem kell az első héttől bemenni a pályára, és amikor majd bemegy, akkor meg már felkészültebb lesz. Tehát lényeg az, hogy itt a támadó falban vannak opciók. Egyrészt pozíciónként, másrészt tologatási opcióim is vannak, miközben hiperstabil a left tackle-öm, hiperstabil a center, tehát a két legfontosabb poszt, ami a protekciót illeti, az megvan. Na most ugye a futás blokkolás tekintetében, hogyha az upside az jön, így a Penningéktől, akkor még abban is lehet egy korrekt csapatom. Alapvetően ez azért inkább pass protectionben jó, hogy látjátok? Hát lehet, így is el is elmehet. Taktikám az futás központú lesz, szóval nem rosszak egy, hát figyelj, egy Tretter Clevelandben volt, ott azért kellett. Penninget ugye ismerjük, hát a gárdok azok kérdésesek, Armstead jó mindenben. Én ugye abból indulok ki, amire kérjük, azt megcsinálja. Szóval nem lesz a támadó falammal baj, én azt gondolom, és onnantól kezdve az offense-nek egy bizonyos szinten működnie kell. Szóval ez itt az offense, én azt gondolom, hogy egy liga közepe teljesítményre azért be lehet őket lőni, Lance-en nyilván sok múlik. Tehát ha ő nem válik be, hát akkor tök mindegy, hogy kik vannak körülötte. Ezt ismerem, bár olykor a séma tud adni, hát Jimmy majd mesél róla.
Szóval optimális esetben ez azért egy playoff környéki csapat mindenképpen, majd még várjuk a sorsolást, kiket kapunk összességében, de az upside miatt azért az is benne van, milyen hangosan jött az értesítés, hallottátok? Az is benne van, hogy egy stabil playoff csapat lesz ebből, amennyiben a defense úgy akarja. Na hát nézzük abba, kik vannak. Hát a védőfalam belsőjén ott nem mész át. Tehát ennyit tudok mondani itt előzetesen, hogy ott ne akarjál futni, öreg, mert ott véged van. Egyrészt el tudom hozni Bilal Nichols-t, Delaware nevelés, ugye nemrégiben váltott csapatot, Chicagóból ment Las Vegasba, most meg jön ide, FCS All-Starsba. Ő hát ezért nem elsősorban arról híres, hogy letapossa a futást, hanem őnek ezért van peszres jelenléte is, ahhoz képest, hogy beszorult oda a Chicago rotációba, amikor még jó volt a Chicago defense rotáció védőfalba. Hát ahhoz képest most ide jön hozzánk. Itt is van azért rotáció. Erőteljesen, de egy ilyen negyed résznek teljesen jó lesz. Snappek negyedét pályán tölti. Abban azért friss lesz, menni fog, csinálja. Azért csak a negyedét, mert nálam van még a Shelby Harris, Illinois State játékos, ő mondjuk az első osztályba kezdte a karrierjét, de aztán visszalépett. Hát onnantól kezdve az én játékosomnak számít, ugye? Joe Flacco is annak számít, tehát hiába Pittsburghbe kezdte. Szóval Shelby Harris, ő is most váltott csapatot, ugye Russell Wilson cserének volt az egyik részese, tehát ő most Seattle-ben nézelődik, de hát ő is akkor jön hozzám. Kicsit idősebb már, mint a többiek, de hát még mindig magas szinten teljesített az előző évben. Ráadásul az öltözői jelenléte is azért majd sokat számít. A veterán erő nagy szónoknak is számít, úgyhogy teljesen rendben vagyunk. Leendő sajtófőnöke csapatnak. Emellett pedig majd néha elkapja az irányítót, tehát ez nagyon-nagyon jó lesz ez a rotáció. Főleg úgy, mert vannak mellette nose tackle-ök, akik meg felveszik a double teamet. Egyrészt itt van nekem a Javon Hargrave, South Carolina State, egyébként Pittsburgh által draftolt, Philadelphia által megvásárolt játékos, tehát jön ő is, aki meg majd megy a centerrel, meg a gárddal egyszerre, és ennek ellenére olykor átér majd. Tehát ugye Hargrave is egy olyan játékos, aki túlnőtte draft értékét, ahhoz képest, ahol vitték, azért kiderült, hogy sokkal többre érdemes, és ahhoz képest, hogy nem a legjobbak ellen edződött, a legjobbak ellen is megállja a helyét, úgyhogy hát minden kérdést megválaszolt. Egyedül annyi baj volt vele prospektként, hogy hát másodosztályból jött, de aztán kiderül, hogy ez nem probléma részéről, úgyhogy hát nálam itt szintén megy, és harcol csapatkapitányi szalagér nagyjából, amelyek egyértelműen csak Runstaffer nose-tekőre van szükségem, akkor meg el tudom hozni Michael Pierce-t, aki pedig a Samford csodálatos programjából került a Ravensbe, majd a Vikingsba, most vissza a Ravensbe, szóval valami lila meszt azt szerveznünk kell, különben nem talál fel a pályára. Szóval Pierce meg csak arra lesz, hogyha egyértelmű futás helyzet van, gólvonalas helyzet, akkor ő majd ott bekebelezi az ellenfelet. Szóval ezzel a belső védőfal rotációval hát szuper elégedett vagyok, érted? Liga szinten nem sokan tudnak velem versenyezni. Nichols, Harris, Hargrave és Pierce szerintem csodálatos. De kell is, hogy ez legyen, mert elérkeztünk csapatom legnagyobb hiányosságához, ami hát szinte üres. Ez pedig az edge játékos. Edge játékos nem tudok pályára küldeni normális felállásban sajnos. Tehát ez azért mutatja, hogy az FCS játékos az nem azért lett másodosztályú, mert szarabb, mint az első osztályúak, az azért lett másodosztályú, mert gimnazista korában, tinédzserként hát nem volt olyan felépítésű, nem volt olyan sebességű, hogy acceleráltabb gyerekeket keresik. Erről szól az utánpótlás sport. És hát az edge játékos, ugye ez pontosan arról szól, hogy aki már nagyobb, már gyorsabb, mint a többiek, hát azt viszik a nagy programok, és ezek ugye szuper hype-olt gyerekek, másodosztályoknak nem nagyon maradnak ilyenek. Ez az edge pozíció, amivel a legnagyobb szuperatlétákat keresed, ez nekem nem kedvez ebben a szituációban, hogy onnan kell játékosokat kerítenem, mert hát lényegében mindenkit felírtam, de hát csak nagyon-nagyon csere szintű játékosok vannak. Kettő olyan van, akit be tudok írni a kezdőcsapatba, de ezzel együtt nekem lesz a leggyengébb edge párosom a ligában. És úgy, hogy az egyik az így is hazugság, félig meddig, mert a John Franklin Myers-t
Be tudom írni, de hát ő azért nem annyira egy játékos, tehát ő van 280 valahány fontnak számít. Igaz, hogy a Jets játszatja a szélen, de ez egy nagyon specifikus séma kell hozzá, hogy őt ott egy játékosnak lehessen nevezni, és inkább azért a legtöbb helyen a védőfal belsejéből indulna. Egyébként a Stephen F. Austinnak volt a neveltje, ha jól emlékszem, Franklin Myers. Szóval így azért már ki tudok alakítani egy ilyen kezdőcsapatot, amiben ő az egyik szélen van, de hát azért mindenki érzi, hogy hát nem biztos, hogy ez így teljesen korrekt. Főleg úgy, hogy a másik oldalon a Samson Ebukam az, aki indulni fog, aki meg aztán hát tényleg ilyen behazudott kezdő, hogyha egyáltalán annak lehetne nevezni. Ő ugye Eastern Washington védelméből érkezett meg a ligába, Ramsbe, 49ersbe. Úgyhogy onnan el tudom hozni, de ezeket a srácokat azért hát nyilván hiányolja az anya egyesület, de nem arról van szó, hogy megbukik a komplett rendszer anélkül, hogy ők ott lennének. Szóval hát ez a kezdő csapatom. Aztán simán lehet az, hogy azt fogom csinálni, mint amit a legtöbb college football program, amelyiknek nincsenek ilyen elit edge játékosai, hát nem nagyon vannak sok helyen. Konferencia szinten még oké, tehát liga szinten nem nagyon. Egy egyetemi szinten most az a trend, hogy beállítanak három ilyen óriási mamlaszt a védőfalba, és egyébként meg a nyomást azt atletikus linebackerek hozzák a blitzből, és akkor nagyjából erről szól, hogy ugye futást próbálják megfogni úgy, ahogy hárman, a pestrást meg generálják, akár azzal, hogy jön a safety, jön a linebacker. Én nem ezt akartam volna alapvetően, mert hát a legnagyobb érték az van egy edge rusher, aki megnyeri a párharcait egy az egybe, de nincs ilyen csávom, érted? Úgyhogy rá vagyok kényszerülve, hogy egy ilyen blitz happy offense-t összerakjak, ami meg azért megköti a kezemet összességében, és abból azért nehezen váltok, hogyha azt hozza meg a mérkőzés alakulása, de hát nem tudok mit csinálni, ez az egy esélyem van összességében, és hogyha ez működik, akkor jó, ez azért védőkoordinátor függő, tehát majd a Sean-nak azért dolgozni kell rajta, hogy olyan embert szervezzen, aki ezt meg tudja csinálni, ilyen Martindale jellegű defense össze tudok rakni esetleg, mert hát még arra hasonlítana a legjobban, vagy mint a tavalyi Georgia az egyetemi szinten, az is ilyesmi volt, csak ott tehetség többlet volt nála, meg tehetség szűke van, úgyhogy az sémában hasonlít, játékerőben nem hasonlít, szóval itt ilyesmi játékosaim vannak, mert egyébként ami még egy pozícióban mélységet adná, hát olyan nincs, tehát nincs mélységem, Kpasanyon van, érted, aki a Villanovából jött, Chiefsbe valamilyen játszották, nem értem miért. Van a Derek Rivers, annak idén kiváltott a Belichick Youngstown State-ből, most Texansban van. Meg vannak újoncaim, hátsóköres újoncaim, mint az Eric Johnson, Missouri State, Indianapolis Colts, meg van a Daniel Hardy, aki meg Montana State-ből ment a Ramsbe. Tehát ilyen rotációm van, érted? Most ezek közül lehet, hogy a Kpasanyont meg a Derek Rivers-t beelőzik, de ennyi. Tehát edge pressure az nem igen lesz. Azt kellene majd, hogy a halálosztó belső védőfalam az átérjen, vagy ugye megfogja az embert, és akkor jönnek az atletikus linebackereim, és majd ők generálnak nyomást. Máskülönben nem lesz. És hát ennek azért jó kell menni, meg az is kell, hogy egyébként meg a cornereim hátul stabilak legyenek, hogy a defense-en rengeteg munka lesz, de hát mindegy, el tudok képzelni egy olyan taktikát, amivel ez ilyen versenyképes lesz. Nem az a célom, hogy nekem legyen a legjobb defense. Ha azt kellene, hogy legyen a cél mindig, az a cél valahogy play-ba bevergődjünk, érted, aztán majd ott lesz, ami lesz. Mégis csak expanziós csapatról beszélünk, ha ne haragudjál. Legutóbbi expanziós csapatnak nem ment olyan jól az elejétől kezdve, azért meg jól ment, szóval mindegy. Amikor a Carolina-t meg a Jacksonville-t megalapították, hát azonnal mentek az elitbe. Szóval nekem is ez a célom, de nem a defense fog oda vinni. Linebackerek, akkor beszéljünk róla. Van-e olyan linebackerem, aki nagyon atletikus, nagyon sok helyre odaér, esetleg blitzből is tud jönni? Hát vannak, kérem szépen. Elégedett vagyok a linebacker sorommal, mert ez egy sor, tehát annyi játékosom van, mint a nyű, nem is kell ennyi, hát kettő van a pályán, de nálam lehetne a pályán rengeteg. Egyrészt nálam van Darius Leonard, tehát kezdjük ezzel, ugye South Carolina State, egyébként meg franchise player, ugye fizetése alapján mindenképpen. Ő az utolsó olyan ember, akinek egy komoly pénzt kell adni, már ott számol, ja nem ő, mert még van a mellette lévő is. Szóval Darius Leonard, ismeritek őt? Tehát ő azért évről évre az eléggé stabilan hozza magát, van aki szerint azért lehetne jobb coverage-ben, de hát ide nem kell jobb, érted most azért. Maradjunk annyiban, hogy ő itt azért el van, és ráírom a C betűt egyértelműen, szóval ő az, aki itt a quarterback, a defense-ben megvan, szóval örök mozgó,
liga top linebacker teljesítményre van esély, még hogy a korábban nem is azt mondtad, hogy a tőle lenne a legjobb, de idén van esély rá, érted? Minden évben van esély rá, hogy kifut neki valami őrületes szezon, úgyhogy egyértelműen kell. Mellé az olókont tudom berakni, aki meg szintén most pénzt kapott a Jacksonville-től, hogy gratuláljak nektek. Ő meg ugye a Yale-nek volt a neveltje, onnan vitte Falcons, és váltott a Jaguars-ba. Szóval olókon is ilyen örök mozgó, tehát neki a terület az az végtelen, amit le tud fedni, csak közben van néhány labdás ember, akiről meg lecsúszik. Emiatt az izgulok kicsit, és lehet, hogy ki is hagyom a kezdőcsapatból, amennyiben, sőt, akkor komplet keretből, ugye, mert a fizetése az magas, amennyiben az újoncom beváltja a hozzáfűzött reményeket, már pedig a biztos, hogy beváltja. Mert Troy Andersent is be tudom rakni, érted, a Montana State-ből, harmadik körös választottam, sok közül, mert a Troy Andersennek, hát mondtam már nektek, neki nincs gyenge pontja. Tehát most a Falconsban ő olyan szinten kezdő, már Dion Jones mondják, hogy menjen innen a picsába. Majdnem más mondtam. Szóval Troy Andersen, miben jó ő? Hát ő coverage-ben elég jó, passzvédekezésben, ugye, hát az azt jelenti magyarul, tud sürgetni, tehát azért a perszalásban vadállat, és a futás ellen is elég jó, tehát ő ezekben ügyes, ez azért elfogadható, akkor játszhatom még special teamben is, meg támadni be tudom állítani, ezekben jó, tehát ő futball, az erőssége elsősorban futball, gyengeségei, hát művészet, kultúra, ilyesmi, azt nem kérem tőle, tehát azért nem küldöm oda a sajtótájékoztatóra, bár abba se rossz egyébként, de azt mondom, megcsinálja más. Troy Andersen, vadállat, tehát berakom a Leonard mellé, érted, aki meglátja a futballt, tudja, hogy mi fog történni, elmondja Andersennek. Hát ez egészen kiváló lesz. Tehát itt van ez a két csávó, mindenre képesek vagyunk, elszedjük a labdáitokat. Akárkivel fogunk játszani. Turnover defense-t összeállítom, onnantól kezdve, hogy közelről majd bevisszük valahogy. Amennyiben sérülés van, akkor tudnak jönni rutinos játékosok a kispadról, aki már sok mindent látott linebacker pozícióban. Itt van ugye Alex Singleton, Montana State, Philadelphia, most Denver. Semmi különös a világon, de hát a rendszert azt nem annyira ismeri, nem ilyen rendszerben játszott. Mindegy, azért valamit fel tud szedni azért magára. Meg a Troy Reader, meg az unoka testvére nagyjából. Tehát ő meg a Delaware-ből ment ugye a Rams-be, és onnan vitte tovább a Chargers-be a Staley. Tehát, szóval ők ilyen Staley-Fanjo cover 2-es féle álomvédők, amire szükség van, meg azt a rendszert ismerik, hát az enyém az nem annyira hasonlít, de hát ki tudja, most érted a roster végébe, hogyha esetleg egymásra találnak, akkor a lehetséges, hogy ebben a rendszerben is meg lesz a szerepköre, meg úgy elvannak. Alapvetően nekem nem a kezdőbe kell, hogyha arról van szó, hogy ilyen olcsó kezdő linebacker, hát akkor persze. De hát ide nekem ilyen playmaker linebackerek kellenek, úgyhogy lehet, hogy ezáltal kiszorulnak. És akkor még egy-két ilyen special teamer, ugye a Kamu Grugier Hill, vagy a Caleb Johnson a Houstoni baptistáktól, őket ide el tudom hívni, hogy rohangáljanak special teamben, meg néha egy-egy blitz csomagra beküldöm, aztán ezzel meg is vagyok a linebacker poszttal. Több linebackerem lesz, mint az ideális, de hát több fullbackem is van, mint az ideális. Megtehetem, érted, mert egy pénz nem számít. És akkor ami miatt még ugye aggódok, hogy ez a séma, ez mennyire működőképes, hogy nem sok olyan cornerem van, aki tutira az ember mellett marad. Már mondjuk a Bradbury itt van, és most ugye egy fizetéscsökkentésbe is belement. Sam Ford játékosa volt, Philadelphia, New York Giants vonalon mozogva. Most akkor jön tovább ide, és hát a Bradbury nyilván az első számú cornerek nagyon-nagyon jó lesz, tehát én attól boldog vagyok, tehát azzal ott el vagyok bőségesen, csak azért kellene több is. És ugye Taron Johnsont még el tudom hozni Buffalo-ból, ugye Weber State-ből kvalifikálja magát. És Taron Johnson alapvetően nem egy nagy név, de hát már 2 éve, 3 éve folyamatosan kezdő, nem tudják kiszorítani. Ezután se fogják kiszorítani ugye a Bills kezdőjéből, tehát ő azért lefedi, meg ugye a szélen is játszott, nem, ő a slotban játszott, tehát az is így megvan. És az is azért fontos, mert az így más képességeket kíván meg. Viszont a másik szélre hát ki a fenét állítsak be. Mert hát volt egy másodéves versenyző hátsó körös, ugye Robert Rochelle, vagy már harmadéves Rochelle, Central Arkansasból, ugye Rams játékosa, ugye Rams minden évben kinevel magának valamilyen no-name cornert, aki aztán lehet, hogy beválik, lehet, hogy Rochelle lesz a következő, tehát hogy keretbe tartom, de hát rajta kívül újoncok vannak. Szintén ugye a Rams vitte el a Dekobi Durantet, nem gondolom, hogy ő lesz a következő nagy duranás,
ugye South Carolina State, aztán van ugye a Benford, aki szintén Buffalo, csak úgy, mint a Teron Johnson, ő ugye Villanovából, illetve a nagy kedvencem a Zion McCollum. McCollum nyilván jön, tehát ő medvemacskákba játszott, Sam Houston State, de hát ő nem fog egy hamar a pályára kerülni a Tampa Bay-nél. Nálam lehet, hogy itt hamar a pályára kerülne, de hát ő csak nyers anyag, tehát vele azért kell dolgozni. Szóval ez itt a felhozatal itt a szélső corner posztra, és azt mondtam, hogy hát ez nem jó. Tehát itt valamit variálnom kell, valamit ügyeskednem kell, és ezért elhozom szabad piacról azt a játékost, akinek jelenleg nincs NFL gárdája, és már 33 éves elmúlt, ő Robert Alford, aki legutóbb a Cardinalsban volt, ugye, de a Falcons draftolta annak idején még a Southeastern Louisianából. Tehát Alford eljön, én bízom benne, hogy még annyira nincs lelassulva, és akkor egy ilyen B-kategóriás corner posztot lehozott a szélen, és közben reménykedek, hogy a fiatalok összeszedik magukat, és valaki előbb-utóbb kiszorítja, miközben a Bradbury egészséges marad, stabil marad, meg a Taron Johnson szintén a slotban, amennyire coverage játékos stabil tud maradni. Szóval azért eléggé vékony jégen táncolok, hogy itt azért sok mindennek sikerülnie kelljen, hogy a passzvédekezésen működjön, de hát figyelj, annyit lesz nálunk a labda folyamatosan, hosszú drive-ok, hogy olyan sokat csak nem kapunk majd, meg egyszer-kétszer azért még összeszedi magát a defense, akkor talán tudunk nyerni mérkőzéseket, de hát azért azt látom, hogy a mélység az nincs meg. Főleg az ilyen atléta posztokon, hát ott leraboltak bennünket az FBS csapatok, de azért mégis egy korrekt kezdőt azért össze tudunk állítani, főleg, hogyha jön a safety segítség. Strong safety-vel biztos megleszünk, mert ott van egy Jeremy Chin, aki azért hát nem tudjuk éppen melyik posztra kell beírni, akartam volna linebackernek is fel tudtam volna küldeni, de hát itt most egyetemen safety lesz, arra jobban rá vagyok szorulva, és ő azt azért lefedi, tehát Carolinában azért sok mindent bíznak rá, és hát lehet, hogy nem fognak olyan sok meccset nyerni, de valószínűleg nem a Chinnen múlik majd, úgyhogy ő egy ilyennek jó lesz, ő hú, a Southern Illinois-ból jön, valami Illinois állambeli csapatból, szóval ő mindenképpen kvalifikálja magát ide hozzánk, lehet, hogy ő is az Illinois State-be. Hallod, nem emlékszem rá, hova járt a Jeremy Chin. Szánalmas a részemről, de lényeg az, hogy kezdőben kirobbanthatatlan, remélem nem haragszik, meg nem kér cserét. És akkor itt az a kérdés, hogy a mély safety-re kit küldjek be. Hát nyilván adja magát, hogy Adderley, aki ugye Chargers-be van, Delaware által nevelt fiú, csak hát ugye a Chargers már inkább kifele megy ebből az Adderley projektből, mert ugye odavitték a Woodsot a drafton, úgyhogy ők nem annyira bíznak benne, hát ezáltal én se, de nem nagyon tudok jobbat, mert akik még vannak, safety-k, azok inkább közelebb játszanak a line of scrimmage-hez, mert itt van például a Tart, pont a napjainkban íratta alá az Eagles, korábbi 49ers játékos, ugye ő is a Samfordra járt, hogyha jól emlékszem. Szóval itt van Tart, aki tud adni mélységet, meg kezdő hátteret már, azért sok mindent látott, 30 éves elmúlt, csak úgy, mint a Houston Carson, aki meg szerintem lehet kezdő lesz a Chicagóban. Szerintem lehet. Hát most ezt jól megmondtam. Tehát szerintem kezdő lesz a Chicagóban. Ugye William and Mary-nek a jelöltje, tehát ők se adtak még játékost. Houston Carson alsó kategóriás kezdő, tehát itt a 64 safety-ből 60-adik, hogyha mondjuk jó indulatúak vagyunk, de hát attól még kezdő, kaliber. Úgyhogy ő is még itt beleszólhat a versengésbe, hogyha valahol forma hanyatlás van, meg hát special team háttere az van. Odumot el tudom hozni, aki ugye 49ers, igen, korábban Colts is volt, de ő már az a fajta, aki ilyen negyedik, ötödik számú safety-nek, hát annak világbajnok nyilván, meg a padról bejöve, meg special teamben, és akkor nagyjából ennyi. Már Marlow nem kell, például aki sokat játszott a Lionsban, rá már nincs is szükségem. Úgyhogy ezek a csávok vannak, akik alkotják így az 50-es keretet, mert van ugye a special team, long snapper, panther, kicker, van sok, tehát azokon nem megyek végig, érted? Aki éppen eltalálja a kaput, akkor azt fog játszani. Kivéve, hogyha panther, mert neki nem az kell. Lényeg az, a special teamben majd valakit találnak, de hogyha nem, akkor majd váltogatják, mindegy. Szóval ez a csapat, így összejött a 50-es keret, pénz megvan, és akkor erről kellene eldönteni, hogy mire jutna. Nyilván nem tudjuk a divíziót, nem tudjuk a konferenciát, de én azt gondolom, hogy a gyengébb konferenciában, az NFC-ben össze tudna jönni egy jó coachinggal, egy sérülés-bogármentes szezonnal egy olyan év,
amiben a playoff meg lesz. Na most megnyerni nem fogjuk a bajnokságot, hadd mondjam el. Nagy eséllyel nem fogjuk megnyerni, mert azt ugye nem látom ez a csapaton mondjuk a Brady-t kiütni a playoffból. De hát egyébként meg nagyon nem félnék mástól, érted, mert Green Bay-t meggyengítjük, San Francisco-t meggyengítjük, Rams-be lehozzuk Cooper Cup-ot, hát azért. Ja, lehet, hogy ellenük is kikapnánk itt-ott, de hát az első hétben azért bejutnánk Philadelphia, ellen nehéz lenne. Onnan csak a Goddard hozzuk el. Szóval ez a csapat nagyjából elmondható, hogy NFL felső felébe szerencsével be tudna jutni, quarterbacken múlik, ugye? Mert hogyha a Lance jól megy, akkor egyértelmű, ott vagyunk az első felében, hogyha nem, hát akkor meg sehol nem vagyunk, ugye, mert az nem javítja meg a Wentz meg a Garoppolo. Szóval nagyjából FCS játékosokból ilyen keretet lehet összerakni, és látjuk azt, hogy attól függetlenül valaki másodosztályban edződik, lehet utána még NFL superstar, lehet kezdőjátékos, és hát nagyon sokan lehetnek az ilyen kiegészítő emberek. Szóval itt elsősorban ugye az határozza meg a csapatunknak a megítélését, hogy hány ilyen superstárt tudunk megtalálni, abból nem sok van. Cooper Cup itt van, ugye, aki fontos pozícióban van, támadó falban nincsenek superstárok, ugye, de a Teron Armstead a nagyon jó közé tartozik, Goddard maga posztján tight endként top 10-es, nyilván nálunk van a legjobb fullback, az számít, igen, legjobb fullbackek. Illetve hát vannak a linebacker poszton, van egy Darius Leonardünk, van egy Correct Bradbury, nagyjából ők azok, akik a bástyát alkotják, és körülöttük a mélység az néhol kérdéses, néhol megvan, de hát ez a legtöbb csapatnál így van. Ez nem egy olyan all-star csapat, ahol bárkiből válogathatunk, itt azért limitált lehetőségeink vannak, de ahhoz képest azért megnézném. Meddig tudna eljutni a kis csapatunk? Mondjátok el ti is, mit gondoltok, hova lőnétek be az erős sorrendben, és miért az első helyre? Szerencsére utánpótlás meg lesz jövőre is, hát jönnek ugye a szupersztárok, Hunter Lupke jövőre jön, fullback felhozatalt kicsit megbolondítja, jönnek a Yankee-krek elkapni, hát az mondjuk segít majd, Harris hadnagy, esetleg, hogyha rábeszélik a profi fotballra, nem kérsz könnyűt, jön a secondary-be Benny Seppet el tudjuk majd hozni, úgyhogy hát jövőre nagyon jó lesz, tehát jövőre is a drafton ott leszünk. Minden körbe hozunk majd játékosokat, és akkor ezáltal fenntartjuk a csapatot, működőképes lesz, profitot termel egyértelműen. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte ezt a videót, majd akkor Roger Goodell majd jelentkezik akkor a részletekkel, hogy hova kell majd menni a csapatnak az első edzésére, kíváncsi vagyok, orvosi felmérők, ilyesmi, és akkor, hogyha ti is azt mondjátok, akkor jövőre elindítjuk 33. csapatot. A név az már adott. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, köszönöm a pártoltalóknak, akik segítik a csatorna működését még ebben uborkas salátás időkben is, és mindenki másnak, aki itt van, aki nézi, aki hozzászól, aki lájkolja a videókat. Már nem soká július van, ahol kurvára nem történik semmi, de már a beharangozókat el tudom kezdeni gyártani, mert olyankor ildomos. Aztán nem sokára, azután meg már csodálatos tét nélküli fotball. Hát bár már ott tartanánk, érted? De mindegy, majd eljutunk oda is, addig is rápihenünk, aztán ilyenekkel, ilyen baromságokkal megyünk tovább. Várjátok azokra is, szevasztok!